Yo, hello, oh my goodness, yo, sziasztok skacok, mi a helyzet? Pety újra megérkezett egy élőadással, szervusztok hölgyeim és uraim, ez én nevem újra megérkezett. Szokásosan, és ti pedig az én kedvenc chatem vagytok. Oly, mindenki itt van, nagyon-nagyon szépen, köszönöm. Hát üdvözlök mindenkit, itt péntek. Péntek van? Péntek. Igen, pénteken, 6 óra, 1 perckor. Sziasztok, drága egyetlen pici chatem. Itt vagytok velem, nagyon szép mindenki. Nagyon jól nézel ki ma. Gratulálok hozzá, új a sminked, új a hajad. Látom. Nem rossz, jól néztek ki mindannyian. Sziasztok, én Ovemek Eli vagyok, és ez itt egy újabb élőadás, amit együtt fogunk csinálni. De hogy lehet ezt mondani? Csinálni? Hogy lehet csinálni egy élőadást? Tehát most... Hát elég sok játék ajánlást kaptam mostanában, úgyhogy nem is tudtam, hogy melyiket válasszam. Most olyan kis horror kedvembe vagyok. Aztán választottam egy játékot, amit egyébként ajánlottatok nekem. Hát két ember ajánlott érdekes módon. Ez egy ilyen kis rövidke kis játék lesz. Nem tudom mennyi, szerintem egy ilyen 20-30 perc alatt ki fogjuk játszani. Úgyhogy ez nem a leghosszabb előadás lesz a csatornán, de viszont én most már átérek arra, hogy ezeket a ilyen 30-40 perces játékokat is élőbe fogom kijátszani, és nem videót fogok belőle csinálni, mert szerintem az első reakció sokkal fontosabb, meg te is, amikor itt vagy velem. Egyem a szívedet, hello! Akkor nekem ez fontos látni benneteket. Ez a játék, a neve az a Train Depart, és nagyon szeretne hasonlítani a Fears of Fathom. A Fears of Fathom játékot ismered, nem tudod, az a horror játék, amiben sorozat van. Elvileg ma ebben az évben is fog majd kijönni új Fears of Fathom rész, de ez nem az. Viszont nagyon szeretne rá hasonlítani, és hát lehet, hogy jó is. A játék arról fog szólni, hogy 16 éves vagyok, és először utazok vonaton, elég érdekes, 16 évesen először hosszú táv, lehet, hogy hosszúra, tehát hogy először fogok vonaton utazni 16 évesen, viszont a vonaton van egy gyilkos is. És hát a gyilkos kitakar a sok ember között, hát persze, hogy engem, tehát hogy tehát a történet így ennyi. Eléggé olyan kicsit olyan izgalmasnak hangzik, nem? Úgyhogy kíváncsi vagyok, mit hozunk ki ebből a játékból. Ezért hagyj üdvözöljem a drága csetet addig felveszek valami sapit, mert mindig szoktátok nekem mondani, hogy ó, van meg kérdő, már nem is veszve a sapkát, hogy már nem olyan, mint régen. Ah! Figyelj, azt sem érdekel benneteket, hogy bepál a fejem? Ezt egyébként az egyik kedves nézőktől kaptam ezt a sapit, csak ezzel meg az a baj, drága cset, hogy semmit nem hallok, így nem fogok megijedni. Ez nagyon puha. Ezt az egyik nézőm kreálta saját magának, aztán nekem adta. Köszönöm szépen a donéteket, sziasztok drága egyetlen pici. Úgy nézek ki most, mint az épp piroska és a farkasból a piroska. Véletlenül sem a farkas, ugye? Nem, most tényleg úgy nézek ki. Nagyon jó, köszönöm szépen.
Jó a zene? Hát igen, de ezt még talán használhatom, anélkül, hogy ne kelljen majd lenémítani a live végén. Én szeretek pedig zenét hallgatni nagyon live-ba, csak YouTube-on sajnos erre nagyon kevés a lehetőség. Sziasztok, drága chat! Hagy üdvözöljem név szerint Shy Girl-t, köszönöm szépen a tagságot. Orsónak is köszönöm szépen a tagságot. Hofecker Kende. Kendének foglak szólítani, jó? Conny Edál, köszönöm szépen, hogy itt vagytok mindannyian. Denisnek is köszönöm szépen a tagságot. Erdély Eugéniának a 3 hónapot, köszönöm szépen. Kecske Pásztor, igen! Köszönöm szépen a 13 hónapot. Spider Hack, köszönöm szépen a 13 hónapot. Krista, neked is köszönöm a 13-at. Zoltán Csipcsej, köszönöm szépen a 26-ot, Zolikám. Te nagyon király vagy, 26. Tesó, mi van veled? Olcsó macsó, ezek a nevek. Szóval jó izmos vagy, Peti, azt mondod? Figyelj, de azért látszik, hogy azért néha én szoktam egy kicsit azért. Nehogy már érted, nehogy már kikerülök mindent, de hogy ez nem vagyok én izmos. Grmáj, köszönöm szépen. Egy hónapja tag, de vagy 2 éve követünk, nyomost be egy. Nagyon szépen köszönöm, Geromáj. Nem az a lényeg, hogy mióta vagytok tagok, hanem hogy mindig itt vagytok velem, és mindenki itt van velem. Köszönöm szépen. Erdélyi Eugéna, köszönöm szépen az 5 eurót, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Szia Peti, milyen heted volt? Hát... Igen, nem tudom, hogy eltelt. Nagyon gyorsan telik az idő, gyerekek. Nekem még tegnap volt szilveszter. Szóval itt vagyunk mindjárt a 3. hónapban. Mi történik? Astrux, köszönöm szépen a 2 hónapot neked is, és Huncut Borsónak, aki megint csak Huncut, köszönöm szépen az 5 hónapot. Köszönöm szépen német Biancának, Mademoiselle-nek a 16 hónapot, iszonyatosan köszönöm neked is, Bianca, hogy ilyen sok ide itt van. A fülcimpám már 5 hónapja a helyén, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Owen fülcimpájának, hogy 5 hónapja a helyén vagy, és hát köszönöm szépen. Marco Rant! 7 hónapos tagságával, Mark Rand, köszönöm szépen. Zalán Németnek köszönöm a 13 hónapot, de sokan itt vagytok, ez olyan jól esik nekem. Altrox, nagyon szépen köszönöm a 200 forintot. Friday Night Funkin'. Nagyon jó, köszönöm szépen a tagságot. Nektek kedves csatornatagok, vagy akik esetleg szeretnének csatornatagok lenni, szeretném elmondani, hogy lehet, hogy holnap, vagy vasárnap, de mindenféleképpen hétvégén csinálok csak nektek egy élőadást, csak tagoknak. Csak ti tudjátok majd megnézni. Csak ti tudtok majd kommentelni, csak veletek tudunk majd beszélgetni. A Poppy Playtime Chapter 1, 2, 3-at fogom teljesen egybe megpróbálni kijátszani. Ez egy elég hosszú stream lesz, valószínűleg olyan 4-6 órás lesz. Hát attól függ, hogy mennyit hülyéskelek, ugye? De ugye nagyjából már tudom, hogy merre kell menni, ugye? Már mondjuk a 2-vel régebben játszottam, úgyhogy ezt elfelejtettem. Az 1-en nem lesz probléma, a 3-at azt meg még nem, a 2... Mindegy, hogy ezt a 3-at szeretném egybe kijátszani nektek, és fent hagyni, hogy csak ti tudjátok megnézni. A többiek se csüggedjenek, mert rengeteg Poppy Playtime most videóm van, élőadásom van, amit vissza tudtok nézni. De ha nagyon szeretnétek ezt is megnézni, akkor a tagság nálam csak 200 forintba kerül, tehát nem lehet az a legolcsóbb. Tehát ennél olcsóbban nem lehet adni tagságot. És természetesen nyereményjátékkal is készülök a kedves csatornatagoknak, szeretnék minél többet adni nektek, mert ti is adtok nekem. Úgyhogy próbálok nektek nagyon-nagyon... nem tudom, szeretnék nektek háláskodni, hálát tenni, vagy hogy mondják ezt, szóval, hogy én nem szeretném, hogyha... Ja, meg szeretnék új emojikat is csinálni, mert látom, lehet megint, úgyhogy, ja, meg Discordot gyertek fel mindenféleképpen. És akkor állítsátok be, hogy megkapjátok a rangot. Na, játszunk, én azt mondom. El van itt? Ja, jó, itt van, oké, kerestem hol a játék. Aztán itt van. Sziasztok, drága egyetlen. De jól nézel ki, tényleg? Jól nézek ki? Köszönöm szépen! Nagyon jól esik nekem, hogy azt mondja valaki, hogy jól nézek ki. Szerintem nem, szerintem úgy nézek ki, mint egy kihányt tányér lecsó. Na, a játék azt mondja, hogy hol van a Gameszkó? Hol van a Gameszkó? B-Turbo szüzessége. Nagyon szépen köszönöm a 200 forintot. Köszönöm szépen a 200. Azért van itt a chat. Hogy benne legyél az élőbe. Ott vagy az élő adásba. Örökre rajtam rajta az Over Mekeri csatornáján, ez örökre itt lesz. Mindenki látja, hogy írtál, majd pár év múlva visszanézed ezt az élő adást, és azt mondod, hogy úristen, milyen gáz dolgot kommenteltem. Már nem is nézem az Over Mekerit. Csak hűlök. Hűlök. Tudod, hogy van ez. Mit fogok csinálni 1 millió feliratkoz? Hol van az még? 620, én nem várom, megmondom őszintén. Én már annyira túlszárnyaltam az én saját
Várjatok egy kicsit, mert most így... Tehát én annyira túlszárnyaltam már saját magamat ezen a csatornán, hogy én már nem várok semmilyen mérföldkövet. Én már semmilyen mérföldkövet nem várok, gyerekek, a csatornán. Tehát én nekem már mindegy, hogy ha többen leszünk, ha kevesebben leszünk, engem már nem ér... Tehát én már olyan... Én már kifullosztam magam. Tehát én már az 50 ezer feliratkozónál azt mondtam, hogy úristen, elég. Tehát, hogy nem az, hogy 600, meg 1 millió, én nem vagyok nagyra vágyó. Nem, én nem fogok csinálni semmit, nagyon fogok örülni nyilván, mert az már tényleg egy ilyen megjön a YouTube díj, beadjuk az aciba. Mi? Ez a gyerek? Ez kész, készen van a gyerek. Na, itt van a játékunk. Play, Creepy Waves FM csinálta a játékot. És azt nem értem, hogyha vonatos játék, akkor miért egy kikötő, teherhajó, meg raklap, meg konténerek, meg mindegy. Adjuk vissza a hangot a játékra, mit szóltok hozzá? Mondom, adjuk vissza a játékra a hangot. Aha. Jó, ez a max. Hogyha nagyon hangos, szóljatok. Nagyon szépen köszönöm Milka Csokinak a tagságot. Te többször is lehetnél tag, bár próbálok magamról odafigyelni, de akkor is nagyon meg foglak zabálni, érted? Nagyon szépen köszönöm. És Csenge Kántornak is, Mademoiselle-nek köszönöm szépen a 7 hónapos tagságot. Szerintem elpicsülök beledezett. Ennyi, nem tudok beszélni. Na! Drain Deport! Rányunk rá, hogy Ploy. New Gamescu. Hát persze, miért is ne, nem? Tehát, hogy... Gellért kisnek is köszönöm szépen, Gellért is megérkezett a csapatba, ő is ninja lett. KKY névelőt, mint anno a pova mehet. Nagyon szépen köszönöm Legendary-nek a 400 forintot. A tesóm, my tesó Legendary. My tesó Legendary. Nem tudom miért nem működik egyébként, amit mutogatja a Donét. Én nem tudom, én már be... Ja, ott van, jó van, működik, szervusz, itt vagy. Na, New Game. Creepy Waves FM. Ez olyan, mint valami horror, rádió. Train the port! Yeah! Június 25-e. Hoho! Oké. Okay. Ez a történet, azt mondja, ezt nem akartam soha elmondani. Vagy soha nem gondoltam, hogy el kell mondanom. Jó, oké. Okay. Ez egy nagyon, nyárias napon történt, meg itt a oké, nyár volt, az a lényeg. Amikor a levegő nehezebb. És az idő lelassul. Mi ez a... Mi ez valami vers? 16 éves voltam, és először utaztam egyedül. Na, mondtam, hogy ez lesz a történet. Igen, a szüleim már előre mentek, vagy vonat... Mindegy, a lényeg, hogy ő repültek, vagy valami ilyesmi. Ja, én pedig utánuk mentem vonattal, hogy találkozzak velük. Vagy én a vonatot választottam. Arra gondoltam, hogy ha egyedül csinálok meg, vagy egyedül utazok, akkor hamarabb leszek felnőtt, vagy hamarabb érzem magam felnőttnek életnek. Hoztam magammal a hátizsákomat, a telefonomat és a laptopomat. Azt éreztem, hogy valami kaland vár engem. Amikor a vonat elkezdett, elindult, akkor egy kicsit elkezdtem aggódni. De arra nem gondoltam, hogy mi vár rám. Vagy erre sosem gondoltam, hogy ez vár rám. Azt gondoltam, hogy csak egy egyszerű utazás lesz. Problémamentes utazás. Oké. Okay. Hát én nagyon kíváncsi leszek erre a játékra. Itt van velem Jocó Román. Jocó 5 hónapos tagságával. Jocókám, szervusz drága testvérem, Mizu. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van kis Tacsi. Egyem azt a drága szívét neki azzal a nevével együtt. Imádom a nevedet, mert nekem volt egy Tacsi kutyám, és mindig őt emlékeztük, mindig így neveztük. Nagyon szépen köszönöm a 400 forintot. És Brenda, nagyon szépen köszönöm a 6 hónapot neked is, nagyon szépen köszönöm. És Ádámot szeretném, ha üdvözölné a chat. Ádám is megérkezett! Rambó! Ádám, nagyon szépen köszönöm a tagságot, és természetesen bontom a szokásos tuti teát. Jánosi Gergő, annyit mondok neked, hogy fuck you man, nagyon szeretlek, és köszönöm szépen még egyszer. És várom az új ízt. Várom az új ízt, látom, lesz új íz. Dinnyés lesz? Az a minden. Imádom a dinnyés dolgokat. Úgyhogy egyet szeretnék üzenni a Jánosi Gergőnek, és ezt küldjétek el neki, várjátok ki, vagy nem tudom, jelöljétek meg.
van erre fele egy mondás, a sivatagban szokták mondani, és Spranisch klicks a Bregon schlapest, krakest lőkaraperdigi leárás stakala. Ez annyit jelent, hogy kap be, mert finom lett a tea. Jó, ezt üzenem. Nagyon szépen köszönöm Jánosi, J.G., Jackson, Rambo, Gergő. Mi? Ma kaptam egy üzenetet anyutól? Vagy kitől? Trincset? Hogy tudom megnézni? Itt van. Mondom, tökre olyan, mint a Fears of Fathom, de tényleg amúgy. Na, itt vannak ilyen üzenetek, olvassuk csak el. Apa? Itt van apa. Jó reggelt! Minden rendben van? Vagy készen állsz utatásra? Igen, apa, most pakoltam össze. Ne felejtsd el a valamilyen kulcsodat, és tartsd töltőn a telefonodat. Igen, benne van, nálam van a töltő, és powerbank is van nálam. Oké. Jó. Jelezzél, hogyha bármi baj van a vonaton. Igen, megértettem. Be fogom csukni. Oké. És olvass egy kicsit, mert az nem árt. Meg elüti az időt. Oké, vannak nálam könyvek is. Oké, örülök, hogy hallak. Maradj nyugton. Igen, hogy hívjál, hogyha megérkeztél. Oké. Megkeresem az ülőhelyemet. Rendben, vigyázz magadra, jó utazást. Itt vagyunk, ha szükségünk van rád. Nagyon várunk már, hogy lássunk. Oké, apa, szia. Tehát ez a volt apámmal való beszélgetés. Itt van az anyukám. Most megyünk a repülőtérre. Küldött ilyen kódokat. Hát ez a kódod igazából. Ez a jegyet kódja. Okés. A testvéred, vagyis hát a nővéred, az nagyon várja, hogy találkozzatok. És nagyon oké. Mondd el Lenkának, hogy van egy ajándékom a számára. Oké. Apád mondta, hogy nem válaszolsz neki. Elnézést, csak éppen pakoltam a cuccomat. Most fogunk felrepülni, most fogunk felszállni. Trak keresztbe az ujjad itt miattunk. Mama, nem lesz semmi baj. Jó utazást. Tudod, hogy aggódok a repülésért. Írok, hogyha leszálltunk. Szeretünk téged. Jaj, anya, ne félj annyira a repüléstől, ez tök jó lesz. Oké, leszálltunk. Mindent bepakoltál? Ja, örülök, hogy leszálltatok. Igen, mindent bepakoltunk. Hívlak este. Jó estét. Hogy aludtál? Vagy jó reggelt, hogy aludtál? Hát, egészen jól. Oké, ne felejts el bepakolni magadnak snacket. Oké, egy ilyen normálisan. Oké, tehát ez ilyen apa meg anya beszélgetés, ilyen tipikus. És akkor van itt egy olyan, hogy train jet. Good day connection, delay approach, meet lang, oké. Ja, hát a 36-os az én ülőhelyem majd a vonaton. Jó, oké, rendben. Szóval a 36-os. Akkor itt kell felszálljak? Miért csak én vagyok egyedül a pályaudvaron? Jó, mindegy. Köszönöm szépen Ancinak is a tagságot, és Gergőnek is köszönöm szépen, hogy itt vagytok, skacok. Nagyon jó. Na? Igen, oda nem menjek, és akkor itt vagyok a vonaton. Ez itt a vonat. Oké. Wow. Ez a toilet WC, jó, oké. Oh, nice. Uha. És akkor 36-os? Még az enyém? 91, 92. Akkor most a 36-osig elmegy. Tudok beszélgetni is az emberekkel? Pont. Ő nem szólal semmit. Aha. Te, hello. Pont. Oké. Most mindenkivel beszélgessek? Hello, nanya. Hello, szervusz. Úristen. Az igen, az vannak azért fejek. Look at this. Azért mindenkivel beszélgetek. Azért mindenkit megnézünk, nem? Oké. Biztos. De akkor minek utaztok a repülőn? Minek utaztok vonaton, hogyha ilyen rossz az véleményetek a vonatról? Tehát, hogy most mind a kettő azt mondja, hogy az én időmben, meg az emberek, meg mit tudom. Hát akkor nem kell utazni vonaton. De aranyos ez a tiéd? Biztos, hogy a tiéd. Na, ez itt egy család szerintem, azért beszéljünk velük is. Néha úgy érzem, hogy a lányom az túl sokat vállal az apjától. Vagy valami ilyesmit. Oké, nézzük.
mindig vigyázz magadra, vagy főleg, hogyha hallod azokat, hogy jó, oké, vigyázok, persze, tolvajok, tudom, vannak a vonatok, tolvajok, és a többi. Szia, te, veled Mizu? Apa megígérte, hogy vesz nekem egy új játékot, hogyha hazaérünk. Nekem van a legjobb apukám a földön. Jó, hát örülök neki. Oké, és akkor azt mondja, hát nekem még jóval lentebb kell menni, de azért az az ülés, hogy lehet így ülni, ember? Ami ez az ülés? Köszönöm szépen. Falaxi, köszönöm szépen Márkó Cipa, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Csillám. Nem lehetett volna valami más nevet kitalálni, tesó, most komolyan? Tehát, bro, ez nem vicces. Gergő, köszönöm szépen neked is. Nem értelek titeket néha. Na, pont, ő nem szólal, akkor ő lesz. Ki lehet, hogy gyilkosítam úgy? Hey kid, if you run into any trouble, hogyha bármilyen bajba kerülnél, keresd meg engem, majd én vigyázok rád. Ajaj, kösz, nem kell, tesó. Nem kell. Már eleve ez a set, amiben vagy, tesó, hallod? Én nem szeretnék segítséget kérni egy ilyen embertől. Azt közben lehet, hogy te vagy itt a gyilkos. Oké. Okay. Ez elég para amúgy. Pont. Úgy tök jó, tehát hogy tetszik nekem, hogy egy ilyen egyszerű vonat. Tehát én mindig mondtam nektek, hogy nekem jobban tetszik az a játék, ami simán megtörténhet sajnos a való életben is. Bro, nem tudok tőled menni. Azt a mindenit! Mi van? Azt mondja, hogy arrébb elenged légy szíves, hogy megkeresem az üreimet? Elnézést, de hol van a 36-os hely? Oké. Hol van a 36-os hely? Ott van a izé vagon végén, már az emberek olvasni sem tudnak. Jó, mám, te paraszt vagy, akkor menj már arrébb, dude! Takarodj már arrébb, légy szíves. Hát most akkor hogy? Tedd már fel, azt menjünk, papa! Vék ez az ember, mi van vele? Tudja, hogy hol van a WC? Te most szórakozol velem? Ott van a bejáratnál, ahol mindig is. Jó, de még mindig nem takarod szarrébb. Jó, akkor a harmadikat is megpróbálom. Átmehetek, legyen szíves. Ó, hát természetesen. Végre, ember. Köszönöm szépen. Ha nem haragszol meg, akkor csak itt állok, amíg meg nem találod a helyed. Jó, álljál ott, én most körbe fogok mindenkivel beszélgetni, rohadjál meg. Ha eddig nem tudtad feltenni a csomagodat, akkor már most se rakd fel. Úristen, mik ezek a fejek? Én nem tudom, hogy csinálják meg ezeket a fejeket, de nagyon durva. Jó, beszéljünk velük. Azt mondja, az utazásnak megvan a saját jellegzetessége. Arra emlékeztet, mikor fiatal voltam. Jó van, oké. Okay. A férjem nagyon szeret golfozni. Ez adja neki az erőt, vagy valami. Jó, oké, okay. Ő a férjed? Rendben van. Szép, szép. Szóval 36, 65, jó. Én mindenkit körbe kérdezek, nem baj, skacok? Pont. Ajaj. Az nem jó, nem akarnak velem beszélgetni. Van egy pár jó barátom, akik ugyanazzal a játékkal, és szeretjük ugyanazt a játékot. Jó van, oké, akkor te gamer srác vagy. Azt a milyen izmot! Úristen, milyen karja van ennek a nőnek! Marcelina! Fogja, érted? Ez a skander, ez skander, 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 skander. Ennyi, érted? Tehát mi ez az azt a rohadt élet? Ki ez beszél? Ja, jó. Mindig azt mondom a fiamnak. Minél erősebb vagy, vagy legyél erősebb a világnál. De ő inkább egy ilyen izé típus, ilyen kis nyámnyila típus. Hát figyelj, az anyád egy a mászöl, érted? Oké. Okay. Úristen, ez Joe Biden, nem? Jó, nem tudom. pont. Jó, elnézést, nem akarta. Ú, de para. Leave. Oké, okay, ő se beszél hozzám. Oké, okay, mindjárt. Ha 45, hol a 36? Hol a 36-os? 36, ez az én helyem. Jó, ez lesz az én helyem. Ti mit csináltok itt? Játszotok? Milyen cuki család amúgy? Az én és a kis hugom azt játszunk, hogy megszámoljuk a felhőket. Jó van, okés. Ez tök jó. Veled még beszélni se lehet? Anya elpakolta a kedvenc csokimat, vagy chipsemet, vagy snackemet. Jó van, oké, akkor egyed. Na, mami? Megyünk, meglátogatjuk a családot a gyerekekkel. Annyira örülünk, és annyira, izé, jó így nyár untazni. Jó van, papa? Nagyon magadba fordulva, jó vagy?
Azt tervezzük, hogy elmegyünk majd kincset vadászni, hogyha elérjük a várost. A gyerekek szeretik az új helyeket. Nem mondod komolyan, tényleg? Hello. Oké. Liv, erről már beszélgettünk. Te veled, Mizu? Pont. Wow. Oké. Jó, akkor leülök. Még ez a 36-os? Ja, mielőtt, aha, fel kell tennem. Oké. Feltettem. Leülök. Ki az, aki szeret vonaton utazni itt a cseten? Van köztetek olyan, aki szeret vonaton utazni? Na. Kaptam anyutól egy üzenetet. Nice. Anyu? Na, felszálltál már? Megtaláltad az ülőhelyedet? Minden rendben van? Igen, már úton vagyok. Megtaláltam az ülőhelyemet. Itt vannak emberek, akik nagyon kedvesek. Írok majd neked még. Oké, most a laptopomra van szükségem? A laptopom fent van a táskámban. Oké. Aha. Nem tűnik itt semmi problémának egyébként. Megy a vonat, tök jó. Én amúgy szeretek vonaton utazni, megmondom őszintén. Tehát nekem nem voltak ilyen problémáim. Jó. Ezt azért lenyitom. Én ezt azért lenyitom, bro. Jó, és akkor táska. Aha, snack. Törölköző. Könyvek. Laptop. Oké. Erről van szó, laptopozzunk. Bár a wifi az nagyon rossz amúgy. 12, 5 óra, oké, rendben. Tehát a wifi az nagyon rossz szokott lenni itt a vonatokon, azt tudom. Oké. Vaclav! Kaptam Vaclav? Ki az a Vaclav? Vaclav Jurcov. De ez valami haverom? Befejezted már a történelmet? Majdnem. Adtam még hozzá pár képet. Az jó, oké, én is már majdnem kész vagyok, felénél járok. Csak ne AI generáltat csinálj, mert azt nem fogadják el. LOL, persze. De amúgy nem hangzik rossz ötletnek. Hallottam, hogy valaki más is úgy csinálta. Ja, nézd meg a linket később. Ember, online vagy? Arm Wrestler 2? Nem, sorry man, most a vonat wifi-je nem túl jó. Csak bejelentkeztem. Majd játszunk, hogyha megérkeztem. Ez valami haverom, biztos. Jó, nézzük a laptopot. Felvettem a fülest, és most kajak játszani fogok. Mi ez? Játszanom kell? Milyen játék ez? Mi ez? Lazy Cats! Úristen! Nyomkodni kell? Ez a nagy Lazy Cats. Oké. Woo! Kajak játszok a vonaton, bro. Oh my god! Elnézést, hozhatok neked valamit? Croissant, lemon soda, burger, fries with soda, Japanese Thai cake and strawberry soda. Nem tudom. Egy japán süteményt szeretnék kérni. Attól félek, attól tartok, nincsen már szódánk. Hozhatunk esetleg vizet helyette? Persze. Már is hozom neked. Köszönöm szépen! Oké. Jó, fel is tudok állni? Fel tudok állni? Oké. Jó ötlet, hogy felálltam a helyemről, szerintetek? Nem tudom. Ármin, köszönöm szépen a 15 hónapot, és Gábor kisnek a 3 hónapot, nagyon szépen köszönöm. Én nem tudom, hogy érdemes lett volna felállni, vagy nem tudom, skacok, nektek mi a véleményetek erről. Hogy most ezt jól tettem-e, vagy nem tettem jól? A félek. Lehet, hogy megint csak izé, laptopot, nem fogják ellopni a laptopomat? Lehet itt vécére menni? Ja, el tudok vécére is menni, zsír. Másik vagomba át lehet menni? Azt mondja nem, jó, oké. WC? Oh! Eljöttem WC-re! Wow! WC-ztem, kezet is mosok. Mondom, mosok kezet! Hogy mosok kezet! Nem is tudom, hogy miért jöttem-e WC-re. Nem írta a játék, hogy el kell jönnöm WC-re. Jó, van, mindegy.
Oké, visszaülök, szerintem játszok a laptoppal még, vagy nem tudom. Azt mondja, éhes vagyok. Oké, strange badge, someone left toilet vezet. Micsoda? Mit mondott a WC-vel kapcsolatban? Ja, hogy elment az étvágyam az itteni WC-től, vagy mi? De annyira nem volt vészes amúgy. Volt ez már magyar vonaton? Amúgy viccen kívül. Jó, ha visszaülök. Oké. Rendben. Oké, rendben. Akkor játszok még egy kicsit a laptoppal. A Lazy Cat játékkal játszok, a lusta macskával nyomogatom. Ez ilyen pointer game amúgy. Na, Rolex? Melyik tudok nyomkodni? Ez az. Cardboard box level 1. És akkor ezeknek mi értelme van? Tehát, hogy... Oké. Ez az, nyomom neki a Lazy Cat game-t. Már level 6-os. Vagy nem, 5-ös már a True Ballom. True Ball. Oké. Egy kis menta. Macska menta. Level 6. És ezeknek van bármi értelme amúgy? Tehát, hogy... Oh my god! Szétnyomkodtam már. Laser pointert akarok. Oké. Most tényleg ezzel fogok játszani egész nap? Peti, török, köszönöm szépen a tagságot. Adrián, nagyon szépen köszönöm a tagságot nektek, és köszönöm, hogy itt vagytok, skacok. Nem lehet valamit kiszedni a még a táskámból? Nem, most nem engedi a táskámat. Most ő mennyi mindent kér, vagy most mi van magával? Ki van maga fagyva? Ó, kiléptem a játékból, de itt vagyok, oké. Hey, maga! Mikor hozza már a kajámat amúgy? Nem arról volt szó magam, hogy ki van fagyva izomból, man? Ki van fagyva? Le fog merülni a laptopom is. Csak a Lazy Cat-tel lehet játszani? Lazy Cat? Jó, akkor játszok még a Lazy Cat-tel. Nem tudom. Hanyasi, kiviszem! Kiviszem teljesen, érted? Full gameplay a Lazy Cat-ről, srácok. Fent lesz a neten. Owen McCary first time ever játszik Lazy Cats nevű játékkal. Nyomkodni kell a macskát, igazából ennyiből áll az egész. Gyerünk. A kajámat azt mikor hozzák amúgy? Hozzátok már a kajámat! Mi volt ez a hang? What? Megállunk? Ja nem, jó, nem, azt hittem megállunk hirtelen. Oké, nem álltunk meg. Alexandra, köszönöm szépen a 3 hónapos tagságot. Alexa Birta, köszönöm szépen a kétszer. Milyen sok Alexa van itt? Meg Alexandra. Hát minden van itt. Alexandra, Alexa, minden van itt. Erről van szó. Oké. És az miért jó nekem, hogy a Christmas tree and Christmas tree? Azt én itt nyomtam neki. Oké. Should have been in short time, but a strange badge some left in the toilet. Micsoda? Várjál, valamit kiírt a játék, hogy a WC-ben találtam valami érdekes dolgot? Hát én nem láttam, tesó, ne haragudj. Mi az? Hát az csak egy... Ó! Oh! Basszus, itt van valami. Valami olyan, mint hogyha valamilyen... Valakinek a... itt dolgozó ruhája lenne. Ez azt mondja, nagyon körülös. Uniformmal van tele az egész bag. Oh my god. Lehet ezért nem történt amúgy semmi. Még egyszer? Még egyszer pisilek! Ennek tudatában még egyszer! Lehet még egyszer? Még egyszer lehet. Nincsen nekem problémám a vesémmel? 16 évesen? Jó, hát ez elég érdekes, hogy itt hagyta valaki a ruháját. Oké. Azt most mit csináljak vele? Szóljak esetleg, hogy ezt valaki ott hagyta? Oké. Rendben. Bocsánat, elnézést, valaki ott hagyta a ruháját a... Nem lehet neki elmondani. Oké, visszaülök. Csak meg kiírt a játék, hogy talált, volt ott valami, nem is vettem észre, hallott. De mindegy. Ja, hogy ezt kellett csinálni, azért nem történt semmi. Én meg itt már nyomtam a Lazy Cat-t. Izomból a gémet. Anya hív, vagy anya írt. Oké.
Ó, megkaptam a izét. Ó, nagyon jól néz ki. Ezen a vonaton nagyon jók az ételek. Finom? Ó, igen. Csak nem volt szódájuk. Ó, good. Jó, oké. Na, amúgy tök jól néz ki, tényleg. Szódát kaptam helyette, mert csak víz van, nem baj az. Ez az. Mindjárt megzabálom. Oh my god, az a fej. Elnézést a zavarásért, ön akart szódát kérni? Találtam egyet még. Kérem, élvezze ki. És miért van bontva az a szóda? Bro! És más nem is tudok meginni, csak azt? És kacok, soha ne fogadjatok el idegen embertől nyitott üdítőt. Ez a legbarom, ez a legidiótább dolog, ami megtörténhet. Soha nem fogadunk el nyitott, bármilyen nyitott innivalót idegen embertől. Soha. Amit nem előtted bontottak ki. Főleg, igazából. Bence, Kepu, köszönöm szépen a 200 forintot. És igazából másban nem is, ez a faszi nekem nagyon, nagyon fura volt amúgy. Jó. Csak, jó, beleiszok. Nem tudom, felállok, akkor lesz valami? Inkább nem iszok bele. Ó, erre se lehet most már menni? Azt mondja, most nem akarok arra menni. Jó, akkor nem megyek arra. Nem merek abba beleírni, olyan fura feje volt annak a csávónak. Utána megyek, bro. Most eltűnt onnan a cucc. Hát úgy látszik, bele kell innom. Meg nem fog különben változni semmiért a játék. Hát jó van. Henriet, köszönöm szépen a tagságot. A tier 2-t nagyon szépen köszönöm. Biztos nem innék bele. Biztos, hogy nem. Annyira finom volt, hogy megittam egyben az egészet. Üres. Yeah, iszok még. Oké. Mindent megzabáltam, mindent megittam. Dagat vagyok. Erről van szó. Igen, és most? Tetszik ez a game nekem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Szerintetek jó lett eddig? Szerintem nem rossz. Izgalmas. Szeretem az ilyen játékokat. Nem tudok belenyúlni a táskámba olyan se. Álljak fel. Nem szabad, gyerekek, soha. Még most már laptopom van ott. Visszateremtődött. Megint játszhatok a Lazy Cat-tel. Megint játszok a Lazy Cat-tel. Oh yeah. Lazy Cat. Erről van szó. Mehet a Lazy Cat. Folytassuk a Lazy Cat-et. Lazy Cat gameplay. Gyerünk! Ne! Tudtam, hogy valami altató lesz benne. Bro, ne! Ne már! Tudtam, hogy nem szabad meginni! Bro, ne! Elalszok, ennyi volt, gatya. Az gatya lesz. Azért nyomom a léziketet, ameddig bírom. Akkor is nyomom! Nem kellett volna meginni, tudtam, hogy van benne valami. Szóval nagyon durván kiütöttem magam. Vagy valami ilyesmi. Azt mondja, mindig így éreztem magam egy jó kaja után, de ez most más volt. Nem tudtam egyszerűen tenni ellene semmit. Basszus, ez a csávó az! Megint ott van! Hát valaki segítsen már, Aurora, köszönöm. Aurora, köszönöm szépen a tagságot. What? Basszus, mi történt? Hol vagyunk? Wow! Szóval nagyon sokat... Már megérkeztem a Border Stationhöz. Mi történik? Oké. Hát sokan le is szálltak már, meg minden. Azért itt van a muscle, még itt van, úgyhogy nem félek. Jó van, történt valami?
Oké, mondd el a fiamnak, hogy vigyázzon az idegen emberekkel. Oké, de... Most nekem le kéne szállni? Ha nem tudok leszállni. Oké. WC-ben bízunk. Miért vannak itt a rendőrök? Aha. Nem látod, hogy hova pisilek egyet. Komolyan mondom, ennek a gyereknek valamilyen problémája van a vesélyével, de bármikor össze tudom magam húgyozni, bármikor, amikor akarom. Oh my god, ott vannak a rendőrök! Biztos úr, jó napot kívánok! Igazolványt és jegyeket kérnék szépen. Egyedül utazik? Igen, a szüleim várnak engem a megérkezés helyen. Van magánál bármilyen furcsa dolog? Csak a ruháim, néhány könyv és a chipsem. Ah, az én fiam is mindig olvas. Oké. Igen, az a szüleim is ezt mondják. Oké, menj arrébb. Elnézést kérek. Csak tessék. Jó, majd inkább hagyok ki, rendben. Ah, nem tudom, miért vannak itt a rendben. Már csak egy megálló van. Oké, megint megyünk. De miért voltak itt a rendőrök? Ó, oh, hello, hello. Kérsz még valami mást? Csak egy szódát kérek szépen. Már mondtam előtte, hogy nincsen szódánk sajnos. De a munkatársa adott nekem egyet. Elnézést, de én egyedül dolgozom itt. Hohoho! Egyedül dolgozik a kurac ki! Jól érzed magad? Olyan furcsán nézel ki. Igen, jól vagyok, köszönöm. Biztos nagyon fáradt vagy. Hamarosan megérkezünk. Szólj, hogyha bármire szükséged van. Ja, hogy szóval egyedül dolgozik itt a csapat. Basszus kulcs, man. Lehet, hogy csak álmodtam. Hát azt nem álmodtad, tesó. Azt te nem álmodtad, pro. Az a csávó, az ki fog engem nyírni. Meg fog halni, bro. Miért voltak itt a rendőrök? Mi? Mit? Kit kerestek? Leszállt legalább? Biztos, hogy nem szállt le a vonatról. Most már egyre kevesebben vannak a vonaton, bro. Meg fog halni, meg fog dögleni. Végem lesz a mászőr asszony. Kérem segítsen nekem, kérem segítsen. Szoríts össze. Tehát segítsen, ide ülhetek, ide ülök. Jó, itt jó lesz. Ne, nagyon félek! De téged meg itt hagyott a családod, vagy mi? Itt hagyták a táskájukat? Bro, hát itt egy család ült. Apuka, anyuka, meg gyerek, és a táska. A táskát meg itt hagyták. Vagy az öné, asszonyom. Maguk meddig jönnek amúgy? Maguk itt laknak, vagy mi? Itt hagyták a táskát. Az az ember csak az álmaimban volt. Nem hiszem, hogy csak az álmaimban. Mi van nyitva a budi ajtó? Pisilni, tudok? Persze, hogy tudok, bármikor! Ebben a vesében bármikor van húgy! Hölgyeim és uraim! Bármikor, amikor csak szeretnétek, én behugyozok. Erről van szó, jó ez a játék amúgy, tetszik. Nekem eddig adja. De jó van, szerintem megint vissza kell ülni játszani a Cat Lazy-vel. Vagy Lazy Cat-tel, nem Cat Lazy-vel. Oh my god! Biztos, hogy az a gyilkos, ja. Vagy valami van vele. Lehet, hogy nem gyilkos, de tudja, hogy valami gyilkos amúgy. Jó, akkor játszunk megint a Cat Lazy-vel. Jó sokáig bírja a laptopom amúgy. Egyes laptopok alatt, de a Cat Lazy-től már hallod, már ki kéne dobni az ablakon, úgy lemerül, hogy így beindítod, hogy na akkor, tév! Azt már is leismerült, ennyi volt. Lazy Cats, let's go Lazy Cats. Nyomom, én nyomom. Nyomod. Közben level up-olok. That man was in my dreams. Oké, okay, hányszor fogja még nekem kijön ezt a játék? Azt mondja... Was looking for something my badge. Oh, oké, okay. Valami van a táskámban. Snacks? Towels? Mi ez? Ez a csávó belerakott valamit a táskámba, bro. What? Ez az beletett a tá... Az
azt mondja, hogy valamiért oknál, megnézem meg, hogy mi van a tá... Mi ez? Ugye, vagy én eldobom. Én eldobom, ez nem nálam volt! Az, hogy kezdjen veled valamit, kezdjen valamit vele, kezdjen, tessék, itt van. Na, magánál volt, magával nem mell majd belekötni. Mi? Akkor ezt keresték a rendőrök, igaz? Vigyed, vigyed. Oh my god, ne. Man! Akkor ezért altatott, hogy bele tudja csempészni a táskámba a dolgokat. És valószínűleg ezt keresték a rendőrök. Hogy nem néztek bele? Csak megkérdezte, hogy mi van a táskában? Ezt meg, jó van akkor. Ha milyen rendőrök ezek? Még jó, hogy azt hitték, hogy hallott, még a végén én leszek itt a izé. És most megnézem a WC-be, azt mondta a játék. Nem, neki dobom ennek az öreg asszonynak a fejre, Nessze itt van. Nézzétek, itt van a krumplitok, tessék. Tessék, egyétek. Na jó van, nem hülyéskedek, megnézzük, hogy mi van benne. Úristen, ilyet csak a filmekben láttam. Anyád, ez drog. Lehúzom a WC-t. Azt most mit csináljak ezzel? Belobom a kukába! Szóval mit csinálsz az én kis ajándékommal? Mivel? Igen, az ajándékommal. A barátomnak viszem, egy régi barátomnak. Elmondtál valamit a rendőröknek? Nem mondtam. Akkor most nagyon figyelj rám. Hogyha biztonságban akarsz lenni, gyere velem. És ülj vissza a helyedre, amíg oda nem érünk. És ne felejts el egy dolgot. A vicces dolgok néha rosszra fordulnak. Most mit csináljak? Most ezt vigyem? De ember, ez egy drog! Vigyed! Vigyed, nem érdekel! Én csak egy 16 éves gyerek vagyok! Mi az, hogy nyissam ki? Én itt vagyok, bro! Bro! Bro, most mi van? Nyisd ki, csak a... De hát én kim vagyok? Azt mondja, nyisd ki ezt a rohadt ajtót, de én itt vagyok előtted, és... Bro, én itt vagyok előtted, mi a franc, a törd be nyugodtan, nincs benne senki, én itt állok előtted a rohadt csomagoddal. Bro! Ez bolond, én itt vagyok előtted, bro! De menjél! Menjél akkor! Vigyél a csomagodat! Mi a pöcs? Leszúrt a csávó úgy, hogy vele szemben voltam és betörte az ajtót. What happened? Jó, nyilván benn kellett volna lennem, igaz? Szóval itt erről van szó. Hát akkor várjál! Jó, most itt, jó, meghaltam, rendben van, nem kérek semmit. Elnézést. Most megint vigyem ezt a cuccot? Ja. Hallod? Ez leszúrt a csá... Úgy szúrt le, hogy ott állok vele szembe. Mi volt ez? Eltörtem a játékot! Jó, oké. Jó, akkor most megint meg fogok ijedni. Most hát nem fogok már megijedni. Jó, oké. Azt mondja, nem lenne jó ötlet, hogy ezzel a dologgal mennék. Jó, akkor tessék. Oké, rendben, oké, cső! És akkor így kellett volna bent maradnom. És most mit csináljak itt? Nyisd ki az ajtót, vagy különben baj lesz. Oké, nem, mit csináljak? Mi ez? Kitöröm? Yes! Te kis segg! Itt a vonatszolgálat jól van oda bent? Hallottuk, hogy izé... Toilet, peace, open the door. Ez tudja, hogy nem. Ezek tudja, hogy még mindig a csávó. Mi fog történni? What?
Néhány év eltelt már ez az incidens óta. Most már minden rendben van. A szüleim védelmet kaptak, mit tudom én, oké, rendben. Csak ezek a kis emlékek nehezen múlnak el. De most már repülővel kezdtünk el utazni. Miért ott ez még ez ne? Jobban, mert az itt ott is megtörténhet, nem? Csak hogy mégis tudod, ez, hogy amúgy ez nem olyan, hogy hát lehet létezik, vagy nem, mint ugye a szellemek, hogy jaj, mit tudom én, hanem ez basszus egy ilyen életszituáció, amikor bármikor beleeshetsz, és így azt a mindenit. Hát, jó. Szóval nem volt hosszú, én ezt mondtam, hogy nem lesz hosszú, de jó volt nagyon. Ha tudok hasonló játékot esetleg, ami ilyesmi, azt nagyon-nagyon sok szeretettel várom ajánláshoz, és nyilván tényleg hasonlítanak ad a Fields of Fatum-hez, és ahhoz képest nagyon jól is sikerült, úgyhogy én szeretném, hogyha ez a játékkészítő csapat vagy játékkészítő csinálna több játékot, meg hát természetesen a Fields of Fatum-et azért még nem pipálta le. Baktérium vagyok, persze, hogy játék végére kezem meg. Sajnos ez van. Köszönöm szépen az 1000 forintot, nagyon jó fej vagy. De természetesen, hogyha lesz Fields of Fatum ebben az évben, elméletileg a címe már megvan, az, hogy mikor jelenik meg, azt még nem lehet tudni. Természetesen ki fogjuk játszani. Ha esetleg nem láttad volna a Fields of Fatum részeket, akkor mindenképpen nézd meg. Azok a úgymond horror történetek nagyon jók egyébként, egytől egyik nagyon jók. És ez a játék is jó volt, nekem tetszett. Úgyhogy mindenkinek jó éjszakát kívánok innen is. Ez egy rövid stream volt, jó hétvégét. Hétvégén találkozunk akkor a Poppy Playtime-os live-val a csatornatoknak, meg hát természetesen lesznek még live-ok, videók. És kövessetek be, ha nem nagy kérés, a vlog csatornámon is, hamarosan ott 50 ezeren vagyunk már, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ott is követ engem. Úgyhogy én Péter voltam,